És hát kedves testvérek, azért a szűzanyával való kapcsolat, az nem egy olyan mellékes katolikus, meg ortodox, hát az egész keleti egyház is mérhetetlenül tiszteli az üzenet. Nem imádjuk, nem igaz, amit mond egyes protestáns testvére, mert vannak szent életi és jó testvéreink közöttünk. Mi nem imádjuk, de nem is tiszteljük, hanem hüperdúlia, ember fölötti tisztelet jár ki neki. Az Isten anya, hogy lehet valaki Jézussal kapcsolatban, ha nincs az anyjával kapcsolatban, aki által ő született? Akit Isten szeplőtelen fogantatásnak nyilatkoztatott ki? És ezzel az egész emberiségnek is föltárta Mária titkát, de sokan nem tudják, még már Jézus sem ismeri, sőt, károlják a nevét. De amikor feltűnik a keresztele az égen, amikor eljön az Isten fia, Mária fia megítélni élőket és holtakat, akkor Mária is kinyilatkoztatva lesz kötelező jelleggel. Mindenkinek tudnia kell, hogy kegyelemmel teljes.